A magyar-kanizsai határban szinte megállt az idő, a vége láthatatlan, pusztán birkanyái legelészik. Madárraj reppen fel a semmiből is, pillanatok alatt tova tűnik. A réten gólya sétál peckesen. E békés lonkás vidéken, a kanizsai községben fekszik Orom, ahol a helyi tájház vezetőjéhez, Szarvas Erzsébethez igyekszem. A fagyos napsütés ellenére Erzsike néni háza előtt megérkezett a kikelet. A gazdasszony szívélyesen invitál befelé. Az ebédlőjébe lépve eláll a lélegzetem. A falakon több mint 1200 kávés csésze sorakozik a polcokon. Életemben nem láttam még ilyet. Ő az a bizonyos komplett, amit 40 évig egy barátnőm őrzött, és akkor idehozta, és mondta nekem, hogy most már őrizette 40 évig. Hű, mondom, össze kell kapni magam, hogy én még 40 évig, hát nem most volt, már egy 10 lement azóta, hogy 40 évig tudjam őket törölgetni még. Erzsike néni 20 éve gyűjti a csészéket. Úgy kezdődött a dolog, hogy a fiai még elköltöztek innen. Igen. És akkor fogyott a bútor, itt maradt ez a szabad fal, ez a kis mélyedés, és akkor itt dolgoztam, ide nézek, üres. Mondom, akkor ide valami, de én már nem vásárolok, én nem adok pénzt, ki bútori már, minek ilyen borba. És akkor a testvérem csinált egy ilyen kis állványt, ami ott fönt van. Igen. Nippet se vásárolok rá, mert azt is minek már. És akkor körülnéztem a házba, végigraktam, ami volt, ide-oda. Jött a szomszédasszony, nekem is van, csészém, hozta. Sert perc tele lett. Először csak csészét, és akkor átmentem itt a szomszédban, mondták, hogy mehetek, majd adnak. És akkor kitették, és akkor ilyen négyzetes. Csésze. Tányér. Igen, mondom, hát ezt gyűjteni kell akkor a tányért is, és akkor így alakult ki, hogy így mögé teszem, sokkal több csésze fér, mint tányér. És akkor, de úgy is kell, mert nincs mindegyiknek meg az alja, igen. Szarvas Erzsébet élet első csészét a 18. születésnapjára kapta. Faluhelyen akkor még nem kávéztak az emberek. Csak a városban ismerték a tereferés időtöltésnek ezt a formáját. Akkor nem is gondolta volna, hogy nyugdíjas korában szenvedélyesen kötődni fog a kávéscsészékhez. Furcsa gyűjtő szenvedélyének hamar híre ment, és hozták az emberek a csészéket, meg maga is vásárolta őket, ahol csak megfordult. Sziszi. Egyik kedvencem, mondhatom, ő a kedvencem. A Ferenc Jóska az nincs még, de ha egyszer még elmegyek Bécsbe, meg lesz. Bár nem egy attraktív képe van, egy ilyen pofaszakállas a csészén, úgyhogy az sok kedvenc van. Például ő is egy nagy kedvenc, mert ő egy rettentő vékony, mint egy papír, de ő régi, ezt úgy kaptam. Ez külön érdekes, itt a fény felé kell tartani, nem tudom, hogy látod-e, mert egész igen. Oda kell, és ott van egy női fej. Ez az érdekessége. Ő egy ilyen érdekes dolog. Különben ezt a piacon vettem, mint ami legtöbb itt a csészének. A legrégibb csészéje körülbelül 100 éves, mondja Erzsike néni. Csészéi formájukat, díszítésüket tekintve mind a különböző korok szokásairól, ízlésvilágáról tanúskodnak. A 60-as, 70-es években szélesek és sekélyek voltak. Annak idején, mikor én elkezdtem dolgozni, igen? Akkor kezdődött itten, kezdtem dolgozni ugye helybe, és hát kezdték inni a kávét, és az igazgató kiszólt, hogy lányok, 3 kávét. Vigyette, mert ezt bevinni tálcán, hogy ne lötyögjön ki. Na hát ez művészet volt. Egyik nyitotta az ajtót, másik, harmadik, ment mindegy csiga vele, és a végén, mire letette, épp kilöttyett. Szarvas Erzsébet azt mondja, hogy gyűjtő szenvedélye több annál, barátkozás is egyben, hiszen minden darabról tudja, hogyan jutott hozzá, kiadta, milyen emlék fűződik hozzá. Olyan helyen kapok csészét, amit nem is gondolok. Például utaztunk az entaiakkal, és az útvezetőnk, az Éva, bemondta a mikrofonba, hogy akinek van otthon csészéje, kidobni való, az legyen szíves, vigye be az irodába, az utazási irodába, az entára, és akkor ő nekem szól, hogy
jött csésze, nem jött csésze. És meglepően többet kaptam ott is, több fajtát. Például ez is egy érdekes, épp a Zentáról került ide, ez a kis Weidling, úgymond, hogy zománcos edény garnitúra volt valószínű, még kávés csésze is. És ide került hozzám. Ő az egyedüli ilyen zománcos, azért kuriózom. Vannak a csészevásárlással kapcsolatban múris emlékek is. Prágában voltunk, hát ott is már előbb megyünk az utcán, és már előbb mennek a kolléganők, és azt mondja az egyik, gyere, itt van csésze, csak 15 euró, azt mondja. Hát Prágában 15 euró nem olyan sok, de gyönyörű, de gyere. Én különösebben oda se nézek, hogy a kirakatba, hanem nyomulunk be. Kézzel, lábbal mutogatjuk az eladónak, hogy azt. És akkor ő meg elmegy a pulthoz, kinyit egy katalógust, kikeresi a 15-öt, Isten tudja, hány eurót mondott árnak, az a sorszáma volt csak. Úgy kifüstöltünk, mint annak a rendje. Nagyon drágáé, mondta. Ja, ez egy múzeum lehetett, ugye? Régiségkereskedés. Idővel, no meg ahogy a kávéivási szokások is követelték, a csésziket cukortartó és teljes meg kávés kancsó is követte. A gyűjtemény meg terebélyesedett, úgyhogy mára-mára nappali szoba falát is belakta. Szarvas Erzsébetnek azonban nem ez az egyedüli szenvedélye. Kézi munkázni már fiatal lányként megtanult, és most nyugdíjasként a helyi művelődési egyesület kézi munkacsoportjának a tagja. Sőt, a népdalkórus fellépő blúzait ő maga kreálta, és a tagoknak segített is a hímzésükben. Büszkén mutatja hímzett abroszait, horgolt terítőit és a csodaszép válkendőt. Amióta eszem tudom, még volt rá lehetőségem, mert még iskolában tanultuk, de nem volt anyag. Nem vásároltak a szülők, csak egy kis darabkát, és akkor annyi. Ahhoz egy kis fonalat. Háború utáni gyerek vagyok, közepette születtem. Egy darab anyag, az egy kincs volt egy háznál. Kincs volt, és akkor is szerettem, meg tanultam amennyit, de nem mennyiségre, csak éppen. És hát miután nyugdíjas vagyok, azóta aztán megy a hímzés is, a horgolás is. Legújabb passziója pedig a falu esküvős képeinek gyűjtése. Az ötletet a Nemzetközi Kézi Munka és Gyűjtemény kiállításon a Mirken kitett régi fotók adták. És mivel akkor készült a tájház is Oromon, Erzsi néni úgy gondolta, begyűjti faluja ifjú párjainak egykori fényképeit. Az embereknek a egyik fontos életállomása, a legfontosabb talán az esküvője, és ha egész életében nem is fényképezkedett, de esküvői képet föltétlen csináltak, és hát az arra kiöltöztek a legszebb ruhájuk, és hát annak meg kell, hogy maradjon örökre. A gyűjtés 1900-tól 2000-ig terjedt, és a felölelt 100 évben minden évre jutott egy kép. De ők az őseink, ők bármelyik lehetett volna bárkinek a... Biztos is, hogy valakinek az apja volt, az anyja volt, tehát a falu gyökere innen tőlük származik, és akkor ezt én nagyon szeretném, ha az utókornak még maradna. A képek pedig a régmúlt évek szokásairól, viselet és ízlésvilágáról tanúskodnak. Ha itt volt a lakodalom Oromon, akkor utána egyszer újra fölöltöztek, és elmentek le fényképezkedni. Maga azon a napon nem jött ide fotográfus, hogy ezt megcsinálja. Ide nem. Ezekből az első képekből, természetesen az 1900-as évek elejéről beszélünk. Azelőtt úgy volt, hogy megesküdtek egy nap polgárin, az nem számított semmit, akármilyen ruhába, sőt nem is mindig ünneplőbe. És utána a templomi esküvő pár nap múlva, és az volt az igazi. És akkor itten volt egy anyakönyvvezető, aki bevezette, hogy a férfiak nyakkendőbe, a nők legalább valamiféle fehér ruhába, ha polgárira mennek, akkor is.
úgyhogy násznép nem volt, igen. De az az egy tanú is legyen nyakkendőben, vagy kettő, aki volt. Én elejében nem tudtam, hogy a mennyasszonyok nem voltak mindig fehérbe. Na. És ennek gazdasági oka van, hogy nem fehérbe, mert ezt a ruhát később is föl tudták venni. Viszont egy fehér ruhát nem vettek föl. Esetleg kölcsön adták a másik mennyasszonynak. Sok egyforma ruha van a mennyasszonyokon az 50-es években, mert a háború után nem tudtak vásárolni anyagot, és aki egyszer valahol szertett a mennyasszonyi ruhára, aztán az nagyon soknak kölcsön adta. Kölcsön kérték is, meg hát adta is. Különösen érdekes, hogy az egy családban megtartott esküvőket is végig lehet kísérni, ahogyan Erzsébeténél is a szüleiét 1937-ben, a sajátját 1967-ben és a fiáit 1999-ben.